ami az amerikaiaknak a kóla, az a magyaroknak a fröccs, az indiaiaknak pedig a lassi. Frissítő témánk, ez pedig az első lecke. Világirodalomban a lassi, az a gasztronómiában a lassi, és ráadásul a végén hazatalál. Szerintem mindenki ismeri ezt az indiai csemegét. A klasszikus az a joghurt-mangó párosítás, és aki nem tudná, ez egy ital. Jöjjön a mangó, mehet is egy turmixba, természetesen minden hideg, de még a hőmérsékletről még fogunk egy picit értekezni, jöhet is. Joghurt. A savat nem citrom vagy lime formájában fogjuk hozzárakni, hanem pasió gyümölcs formájában. Fűszergyanánt egy kis gyömbér, és nagyon fontos, hogy a lassi jéghideg legyen. Jégkockával szokták sejmesre turmixolni, én viszont rafinálkodtam egy picit, ugyanis kókusztejet fagyasztottam le jégkockatartóba, és ezzel fogom elturmixolni. El is készültünk, tökéletes a hőmérsékletek, köszönhetően a fagyos jégkockának, a jégnek, deres a kancsó oldala, a színe, illata is tökéletes, ezzel elkészültem. Jöhet a következő lasszink, az pedig a málnás. A joghurt helyett egy majdnem joghurtot használok, ez pedig a skyr. Indiából egy picit eltávolodtunk, és egészen a skandináv területekig vándoroltunk, ugyanis mondjuk így, hogy ez egy skandináv joghurtféle. A joghurtnál kevésbé savas, úgyhogy egy pici lime-ot hozzácsalok. Egy kis méz. Számtalan virágméz található a földkerekségen, nem csak az akác az, ami létezik, bármilyen mézet használhatunk. És az elmaradhatatlan jég. Újra jöhet a turmix, 1-2 perc, és kész is vagyunk a málnással. És a piros lassi után jöjjön a zöld, egyik kedvenc gyümölcsöm, a zöldalma. Héja rajta maradt, nem véletlen, de erre a zöld színre még egy picit rá fogunk erősíteni. Picit a gyümölcstől eltávolodunk, jöhet egy kis petrezselyem és koriander. Picit még huncutkodok fűszerrel, egy kis kardamom. És akkor a skandináv tejtermék után jöjjön egy magyar, aludtejjel fogom elkészíteni ezt a lasszit. Természetesen ehhez is jöhet a jég. Az alma és az aludtej elég savas, úgyhogy pici édesség, itt sem árt, méz. Újabb 1-2 perc, és kész is a zöld turmix. Csináljunk egy sósat, egy kakukk tojást, ami egyébként fehér lesz stílszerűen. Eurázsiai tejtermék, ez pedig a kefir. Egy nagy kövér csipet só, bors, nem sok, csak tényleg egy pici csilipöhely, egy pici pörkölt szezámmag, tahini, azaz szezámpaszta, természetesen jég, és jöhet az egyneműsítés. El is készült a kakukk tojás, fehér, sós, pikáns, krémes. Itt a végén megengedek egy kis pörkölt szezámmagot a tetejére. Hát elkészült ez a négy csoda frissítő, mindegyik hűsít és friss. A gyümölcsöket és a tejtermékeket pedig úgy kombináljátok, ahogy csak akarjátok. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha kérdésed van, írd meg kommentbe, ha kíváncsi vagy több receptemre, vagy tanulnál tőlem még valamit, akkor pedig iratkozz fel. Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részben is. Találkozunk!